Csád Géza, a sebész. A harmadrangú külvárosi kávéházban, ahová egy időben jártam, kezdettől fogva feltűnt nekem a sebész. Állandóan fekete, zöldre kopott, de tiszta szalonkabátot viselt. Sápadt arca az különösen illett a kuszált, őszbe vegyülő gesztenyeszín bajsza és nagy, fekete, mélyfekvésű szemei. Ezekben a szemekben valami éjszakás, bohém csillogás volt. Csendesen, csak nem suttogva beszélt, amint az orvosok szoktak a konziliumokon. A leglényegtelenebb beszélgetésnél is, amelyet a kávéházi vendégekkel az újságok tartalma felől folytatott, mélyen belenézett annak a szemébe, akivel beszélt. Mintha nagyon érdekelte volna őt az illető. A véleményét mindig olyan tökéletes, értelmes mondatokban mondta el, mintha a betegének adná ki a rendeléseit. Ennek a kopott embernek nemes eleganciája olyasféleképpen hatott rám, mint a fakó, de igen finom bársony szövetek, amelyeket az ódoni főnemesi kastélyokban láttam. Megkérdeztem a pincért. Ki az az úr? Orvos, valamikor sebész volt. Másfél éve jár ide. Egyszer hallotta, hogy egy orvosi lapot kértem. Megszólított. Dicsérte az orvosi foglalkozást, kérdezősködött az egyetemről. Elbeszélgettünk. És eközben nagy tudást árult el. Különösen feltűnt néhány pszichofizikai dolog, melyet sehol se olvastam. Nagyon lebilincselt az az éles elmélyű és fantáziájára hajló aprólékossága, amelyel igen jelentéktelen dolgokról is nagy érdeklődéssel beszélt. Bámultam, hogy mennyire számolni tud a körülményekkel, mennyire megalkozik az élettel, és hogy mennyire jól érzi magát benne. De hamarosan elbúcsúztunk a délutáni fekete kávé után. Én még siettem. Egyszer késő jelvetődtem a kávéházba. Ott ült egy asztalnál. Magában ült, és ivott. Az abszintes poharat olyan mohú kévággyal vitte a szájához, olyan lassú, gazdaságos élvezéssel itt a zöld pálinkát, hogy nem lehetett kétség. A sebész iszákos volt. Mégpedig csendes, szenvedélyes alkoholista, aki elveszett, aki egyenes úton halad a delírium felé. Most egy pillanat alatt világos lett előttem a személynek különös fénye, a vágy nélküli életkedve, kicsinyeskedő éles elmélyűsége. Ez az ember valamikor nem volt ilyen, nem lehetett ilyen. Az alkohol változtatta meg. Mikor meglátott összerezzent, láttam rajta, hogy előttem a kolléga előtt szégyelni magát. Odahívott. Rögtön hozattam abszintet magamnak is, amire elmúlt a zavara. Rövidesen észrevettem, hogy az ember ma ki akarja beszélni magát. 10 perc múlva már benne is volt a mondani valójában. Mert mi a fő, kolléga úr? Miért kínlódik az ember? És miért eszik? Miért szeret? És miért örül? Az életért. Ugye nevetséges, aminek egyszer vége van, ami elmúlik. De miért múlik el? Mi az az ok, amely megakadályozza, hogy a tudós befejezze a munkáját, a művész kidolgozza a terveit, az apák felneveik a gyermekeiket? Én rájöttem, hogy mi. Végtelen egyszerű dolog. Miért múlik el az idő? Ez az első kérdés. Hallgasson ide! Hát először is nem az idő múlik, hanem mi? Ez régi dolog. Ezt már Kant is tudta. Idő nincsen. De van nekünk egy tudási pontunk. Az a tudat, hogy a testünk kopik, hogy az agy velünk sorvad, hogy a betegség megöl. Hogy idő van. Pedig mondom, idő nincsen. Honnan szereztük ezt az életrontó szempontot? Ez a második kérdés. Nos, ez az agyvelő fejlődésének egy idéglenes maradványa. Az embriológia halomszámra szolgál analógiákkal. Az ember, ugyebár amikor kilépett az óvilági majmok sorából, otthagyta a természetet. Az agyveleje erős fejlődésnek indult. Ismeretlen módon olyan diszpozíciókat szerzett, amelyekkel az énnek és a világnak a szemléletét egészen új,
mondjuk magasabb dimenziókból végezhette, mint azelőtt. Talán ez az új nézőpont rontotta meg az emberekben a pszichikai boldogságát. Talán így került be az időképzete az ember agyvelejébe. Talán ez a szempont, ez a relatíve tökéletlen és abszolút magasabb, minden esetre azonban ideiglenes szemléleti pont az, amelyből mi azt a természeti ítéletet merítjük, hogy az idő múlik. Azt mondtam, hogy ideiglenesen. Ezt nem kell magyarázni, a fejlődési maradványok lassanként tűnnek el. Tehát odáig jutottunk, hogy az idő ránehezedett az emberiségre. És itt tört ránk a halál, az öregedés degenerációja, a baj, a fájdalom. Súlyos dolog ez. Az időnek a mérge beleette magát a filozófiánkba, a művészetünkbe, a napi beszédbe. Az embernek, amint kinőtt a gyermekkorból, társává válik az idő gondolata. És el nem hagyja a halál a percéig. És itt érv van a kezemben. Azt mondtam, hogy ez az idő képzett csak gyermekkor után válik gondolkodásunk átkos szemüvegévé. Valóban így van. A kisgyereket egyáltalán nem bántja az idő múlása. Nem azért, mert teste ruganyos, erős és gondolatvilágát egyéb dolgok foglalják el, hanem elsősorban azért, mert a szellemi fejlődésnek egy alacsonyabb fokán áll. Ugye a leendő embernek az embrionális életben egyszerű a vérkeringése. Kopoltyúi vannak, szóval a faj fejlődésének megelőző stádiumain átmegy. De amikor a világra születik, már eltűnt nála mindez a kezdetlegesség. Mondjuk az emberi faj szempontjából. Tökéletlenség, amely számára csak út volt, hogy eljusson a fejlődés azon relatív fokára, amelyen a mai kész ember áll. De innen is van fejlődés. Lesz idő, amikor az ember még az embrionális életében keresztül fog menni azokon a stádiumokon, amelyekben a mai kisgyerek, sőt, a kész ember van. Éppen ilyen szellemi embrionális állapot az idővel nem számoló gyerek állapota. De nézzük meg, mire a pszichéje kifejlődik. Már az idő behálózza az agyvelejét. És többé nem tud tőle szabadulni. Ez a szellemi fejlődési stádium európai embernél a 14-20 évek között kezdődik. Nem nehéz belátni, hogy lesz egy olyan idő is, amikor ezen az időszakon még gyermekkorában, sőt, embrionális állapotban át fog esni az ember. Akkor már jó lesz. De addig... És itt meg kell állnunk. Az orvostudomány hivatott arra, hogy ezt a szenvedést, ezt a fiziológikus betegséget az emberi nemről elhárítsa. És különösen manapság merül föl az a kérdés elementáris elővel, amikor az embereket az idő gondolata jobban elfoglalja, mint valaha. A 20. század fiát a kenyérkeresett lázas lófutása se tudja megmenteni attól, hogy bele ne essen ebbe a szomorú tébolyba. Így cselekedni kell, uram! A sebészet hasonló esetekben nincs arra károsztatva, hogy összetett kézzel bámulja a szenvedést okozó fiziológia vagy patológiai jelenségeket. Ha az idő őrület valamikor nem volt és most van, akkor kétségtelenül helyének is kell lennie a centrumban. De ez csak fölvetés, amelyre abszolút nincs szükségem. Mert itt állok én. Bizonyítom. Megkeresem a helyét a belőben, az agyvelőben. Hangoztatom a sebészi eljárás lehetőségét és szükségességét. Végre az eljárás magát nyilvánosságra hozom, azaz a műtevést elvégzem, s véle a tudomány ítélőszéke elé állok. Én megtaláltam az agyban az időt. Külsőleg nem különbözik a többi agysejttől, és mégis ez a fészke a betegségnek, a nyomornak, az elmúlás oktalan bánatának. Az egyik emberben nagyobb tömeg, mint a másikban, mint egy polip, nyúlványokat, kacsokat, ágakat bocsát a friss, egészséges velőbe, tehát gondolkozásunk minden momentumára. Persze a műtevő előtt óriási feladat áll, de a feladat egyszerű, csak azt kell tudni, hogy mit vágjunk. Én tudom. És fel fogom ajánlani a találmányomat egy embernek, aki mindenáron szabadulni akar az időtől, aki terhesen szorít az elmúlás gondolata. Segíteni fogok rajta. Kibérelek egy óriási termet műtőteremnek, tömbe közönséggel. A közepén állítjuk fel a műtőasztalt. Három asszisztens foglalatoskodik az előkészületekkel.
A teremben a tudomány és a pénz előkelőségei szoronganak vegyesen a szegény emberekkel. Végre elnémul a zaj, felöltöm a köpenyt, a lábamra húzatom a gumicsizmákat, nyugodtan mosom a kezemet, kiadom, kezdjék az altatást. Felkötöm a kötényt, felhúzom a kesztyüket. Alszik? Jó. Az érvelés rendben van? Helyes. Megtapintom a fejét. Lassan egy vágást teszek a tarkótól a fültőig. A közönség lélegzetét visszafolytva figyel. Látcsövek merednek felém. A vérzést elállítom. Lefejtem a bőrt és izmokat egy fél tenyérnyire. A csontnál vagyok. Kérem a vésőt. Megcsinálom a nyílást, kihajtom a csontvéket, az agyhártyánál vagyok már. Óvatosan keresztül vágom, félrehajtom, és a kezemmel behatolok az egyik hasadékba, hogy melyikbe azt én tudom. És kiszedem az időt. Egyszerűen kikanalazom az emberi bánat átkozott darásfészkét. 2 perc, és minden készen van. Az idősejteket körüladatom egy tálcán. Azután bevarrom az agyburkot, beillesztem a csontléket, az ereket bekötöm, a csonthártyát bevarrom, azután izom és bőrvarratok, bekötöm a sebet, készen vagyok. És fölébresztem az embert. Ez a jövő ember. Az igazi új ember, aki friss, tiszta agyvelejével megfejti a mának a titkait, a holnap igazságait. Pontosan emlékszik minden, mert a tények nem múlnak el számára, hanem az öntudatban, mint egyenrangú erők sorakoznak. A közönség éljen ezt, tapsol. Én levetem a kötényt, és szürke mindennapi ruhámban meghajtom magam. Az emberiség boldogsága szól hozzám egy örömövöltésben. A seb 3 nap alatt gyógyul. Miért 3 nap? Nem is sejti, kolléga úr? Egyszerű pedig ez is. Hiszen nincs többé idő. Az a sok szellemi energia, amelyet az elmúlás csendes őrülete elrabolt tőlünk, a miénk maradt teménytelen életenergia alakjában. És eljönnek hozzám a világ összes fejedelmei, hogy végezzem rajtuk a művetést. Sajnálom, uraim, szegény emberek előbb jelentkeztek, s azokkal különbözően is előbb kell végeznem, mert az esetük súlyosabb. A császárok persze várni fognak. Egyszerű találmány, nem de, kolléga úr? Határozottan érdemes volt rajta gondolkodni. De addig is, míg a sebészi beavatkozás ideje el nem jön, egy múlóértékű belgyógyászati szerünk van az idő ellen. Ez az abszint. Tisztán tüneti orvosság. Sokáig úgy se kell, mert a sebészi eljárás radikális és kitűnő. Isten értesse, kolléga úr!